Köszönöm szépen, és hát visszakanyarodok a mai nap elejére. Ugye a Magyar Tudomány ünnepsorozat az a globális kihívásokat tekinti az egy mottójának, és az első előadás is a klímaváltozással kapcsolatban volt, most én is abba kalózolom el önöket ebben a 20 percben, viszont én visszafele megyek egy picit az időben, és a holocén, a földtörténet utolsó 11.700 éve, amiben élünk, ennek az időszaknak a klímaváltozásai kapcsán társadalmi vonatkozásokról fogok beszélni, olyan összeomlásról, ami a kőkorszak, neolit időszak végén ment végbe. De bevezetőképpen lássuk ennek a relevanciáját a mához. Talán még emlékszik itt a közönség arra, hogy tavaly egy nagy aszályos évet éltünk át, és amit itt a képen látnak, ugye bal felül, az a júliusi középhőmérsékleteknek az alakulása 1901 óta, amiben egész szépen kirajzolódik, hogy az átlaghoz képest gyakorlatilag az elmúlt 15-20 évben nagyon jelentős azoknak az éveknek a száma, amikor kiugrunk pozitív irányba. Az ország azonban nem egységesen reagál ezekre, és ezt azért mutatom, mert hogy a múltban sem feltételezhető az, hogy egy ilyen kis parányi területen, mint a Kárpát-medence, és azon belül is Magyarország egységes klímaváltozás menjen végbe. Ha megnézzük a júliusi csapadék alakulását a tavalyi évben, akkor nagyon látványos az, hogy hol nem esett szinte semmi, az Alföld közepén, a Kiskunság területén, és hogyha megnézzük a Dunántúlt, akkor viszont azt látjuk, hogy ott azért jelentős csapadék mennyiség volt, és a középhegységi zónában is. Ha megnézzük a csapadék mennyiség eltérését a sok évi átlagtól, akkor megint csak azt látjuk, hogy a legsötétebb piros területek, amelyek a legnegatívabb eltérést mutatják, az ország keleti felében jelentkeznek. Tehát azt mondhatjuk, hogy az aszály az ország keleti és nyugati felét eltérően érinti. A Dunántúli régiókban, és ezzel kapcsolatban, ugye bármikor klímaváltozás hatásáról beszélünk a korábbi kulturális változásokban, ezt figyelembe kell vegyük, sokkal erősebb ez a gabonatermesztésben az ország keleti felében. Ezt mutatja ez az ábra, ami az aszály szint, tehát mutatja be a tavalyi évben, a nyári időszakban, és hát a legsötétebb bordó területek azok, amelyek a legnegatívabban érintettek. Néhány felvétel, hogy is nézett ki tavaly az Alföld. Ha az Alföld délkeleti részét nézzük, akkor nagyon sok helyen teljesen kiszáradt a puszta, körös holtmeder látunk a képen teljesen kiszáradva, és hát az elszáradt kukorica ültetvényeket. És már 2023-ban vagyunk, Jakab Gusztáv kollégánk segítségével légi drónfelvételről látjuk, az egykori folyómedrek, itt is körös holtágak környékén kiszáradt tölgyes erdőket, amelyek fiatal erdők voltak, ugye ezek már telepített erdők, és egy tölgy sem maradt élve ezen ennek a nyárnak a következményeként, míg a szomszédos területen, Bélmegyer térségében vagyunk, ahol idősebb tölgy egyedek helyezkednek el egy fás legelőn. Ez megvédte őket attól, hogy kipusztuljanak. Ugye itt az idősebb tölgyfáknak már mélyebbre lemegy a gyökerük, ezért a talajvízszint csökkenése, vagy a csapadék csökkenését ők kompenzálni tudják a gyökérzónának a vízfelszívásával. És most ugorjunk egy nagyot az időben, és egy kicsit térléptékben is. Az eddig ismert neolit civilizációra vonatkozó ismereteink alapján Közép- és Kelet-Európában, így a Kárpát-medencébe is és a tőlünk keletre eső területeken a neolitikum időszakának utolsó szakasza a Krisztus előtti 4. évezredre esik, ezt mi részkornak nevezzük a Kárpát-medencébe, tőlünk keletebbre ez a kalkolitikum néven vonult be a régészeti irodalomba. Ha megnézzük, hogy mi történik az ezt megelőző évezredben, akkor azt mondhatjuk, hogy az 5. évezred az a neolit felvirágzás időszaka, a település tervezésben koncentráltabb, ugye itt a képen is látható példát látunk a Kukuténi Tripolje telepekről, a település szerkezet alakul ki, megjelennek a temetők, és az erőforrások kiaknázásának is új módjai jelennek meg.
az építészeti fejlesztéseken túl új nyersanyagokat, már a részhasználata megjelenik, az ólom és a grafit alkalmazása, valamint komplex kereskedelmi hálózatok alakulnak ki. Az első hanyatlás jelei a Krisztus előtt 4200-4000 év között mennek végre, ahol ha megnézzük a Kárpát-medencét, de az Alduna vidékét is, akkor azt látjuk, hogy több mint 600 település felhagyása vagy elhagyása történik meg, amit gyakran mészárlással vagy magyaráznak bizonyos területeken, és bizonyos részeken pedig egyértelműen azt látjuk, hogy a koncentrált telles településekről szétspriccol a lakosság, kisebb farmszerű települések alakulnak ki. És ez az az időszak, ugye 4200 Krisztus előtt 4200-tól, amikor már kimutatható a pontikus sztyeppékről érkező migráció, megjelenik egy új népesség. Ha pedig megnézzük a tőlünk keletre, a mai Ukrajna területére, azon a területen, ahol éppen a háború zajlik, hogy mi zajlik azon a területen, akkor ez a terület felvirágzás részévé válik. 4000 és 3500 évek között óriási telepek, mint ahogy itt a képen is látjuk, Kukuteni, Tripolja óriás telepek jelennek meg. És ez pedig Krisztus előtt 3900-ban a kurgánok építése követi, egészen a Fekete-tengernek az északi partján, a pontikus területeken, és ezekről az észak-nyugati pontikus területekről ez a legeltető, félnomád pásztorkodás elindul a Balkán irányába. Tehát látjuk, hogy ez az időszak nagyon dinamikus változásokat mutat magában. Hogyha megnézzük a Kárpát-medence település szerkezetét a koraközép és késő neolit időszakban, ugye bal felül látjuk a koraneolit időszakot, ez a Sztárcsevú kultúra időszaka, látjuk, hogy döntően a délkelet alföldön a nagy folyóink mentén koncentrálódnak ezek a telepek. Ugye a középső neolit időszakra jellemző a legsűrűbb település hálózat, de kisméretű települések, majd a késő neolit időszakra, ami ugye Krisztus előtt 4500 és 5000 közt megy végbe, látjuk a Dunántúli telepek számának növekedését és a koncentrált település hálózat kialakulását az Alföldön és a Középhegységben is szép számú telepnyom figyelhető meg. Amiben ebben a rövid időszakban szeretnék beszámolni, ugye részben a élvonal kutatási pályázathoz kapcsolódóan, amit a kutatócsoportunkkal ebben az évben kezdtünk meg, azok a következő kérdések. Milyen volt a Kárpát-medence természetes növényzete a neolitikumban és a rézkorban, és milyen mértékben módosították ezt az új kőkori földművesek? Az európai éghajlatot melegebb nyarak, de több csapadék jellemezte. Erről vannak információink, és számos kutatás fogalmaz így erről az időszakról. És a csapadék maximum kontinentális területekhez mérten mindenhol, és így nálunk is, bizonyíthatóan a nyáron volt. Az a kérdés azonban, hogy ez a magas csapadék, relatíve magas csapadék, melegebb nyarakkal, a mainál melegebb nyarakat kell itt elképzeljünk. Hogyha a globális klímaváltozást tekintjük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy talán most érjük el azt a hőmérsékletet, ami a nyáron jellemző volt a Kárpát-medencében. Ha ezt a kettőt összeadjuk, ugyanakkor felmered az a kérdés, hogy volt-e asszály ebben az időszakban, mert hiába nő a csapadék mennyiség, ha a hőmérséklet jobban növekszik, ez bizony a szélsőséges csapadék eloszlás miatt asszályhoz is vezethet. Milyen bizonyítékok támasztják ezt alá, ezt fogjuk megvizsgálni. A késő neolit, ugye a Kárpát-medencében a késő neolit összeomlás körülbelül 6400 évvel ezelőtt, Krisztus előtt 4450 körül hirtelen történt a Kárpát-medencében. Számos paleoklima bizonyíték ebben az időhorizontban, ebben a térségben azt mutatja, hogy egy nagyon gyors változás megy végbe, ezt fogom bemutatni, hogy milyen változás, ami egybeesik ezekkel a hirtelen telepfelhagyásokkal. Felmerül a kérdés, hogy összefüggésbe hozható-e bármilyen szinten a klímaváltozást itt a hirtelen telepfelhagyásokkal. És ezt követően, ugye a késő neolit kalkolitikum időszaka, amit mi részkornak nevezünk, Közép-Kelet-Európában számos klímafluktuációval volt jellemezhető.
itt is felmerül a kérdés, hogy vonhatunk-e bármilyen összefüggést a részkor éghajlata változásai és a kulturális demográfiai változások közt. Csak bevetítek rövid időre egy táblázatot, hogy mára már Racki Pál összesítése révén egész pontosan látjuk, hogy mely időszakhoz, kora, közép, késő neolit részkorhoz milyen kultúrák mikor helyezkednek el és hol a Kárpát-medencébe. Ez többek közt a radiokarbon vizsgálatoknak a örvendetesen növekvő száma teszi lehetővé. Ha ezeket a kérdéseket akarjuk vizsgálni, akkor nagyon sok módszert kell alkalmaznunk. Az éghajlat változás vizsgálatára a holocén időszakban, a szárazföldi környezetben elsősorban alkalmas módszereket látjuk itt a képen, és csak nagyon röviden a kutatócsoport munkatársai által végzett módszerekről szeretnék itt beszélni. Bal felül látunk egy piciny maradvány csoportot, rovar maradványt, ez az árvaszúnyogoknak a maradványa, amelyek tavi üledékekben jól megőrződnek. Ezek az árvaszúnyogok nagyon érzékenyek a júliusi középhőmérsékletre, az életük nagy részét lárva állapotban, a tavakban töltik, és a kirepülés időszakában a léghőmérséklet befolyásolja azt, hogy milyen fajok fordulhatnak elő, ezért segítségükkel tavi üledékek alapján rekonstruálhatjuk a nyári középhőmérséklet változását. Az elmúlt években kezdett el feltörekvő új módszerként megjelenni a lipid biomarkerek vizsgálata tavi üledékekben. Ilyen vizsgálatokat is végeznek a kutatócsoport munkatársai. A lipid biomarkerek bakteriális sejtfal lipidek, amelyeknek a lánchossza hőmérséklet függő, és a vizsgálatok alapján megállapították, hogy a lipid lánchoz, bakteriális sejtfalban a lánchoz hossza az éves középhőmérséklettel nagyon szoros korrelációt mutat. Stabil izotópokat is használhatunk a hőmérséklet rekonstrukciójára, fogunk itt példát látni cseppkövekben mért oxigén és deutérium, valamint szénizotóp vizsgálatokra. Szintén az egykori környezet vizsgálatát teszik lehetővé a pollen és mikropernye vizsgálatok, amelyekből az erdőtüzeknek az intenzitás változására kapunk egyfajta indikációt. Maguk a pollenek, azok pedig az egykori növénytakaró változásának a rekonstrukcióját teszik lehetővé. Az erdős vegetáció változását a faszenek szöveteinek taxonómiai meghatározásával tudjuk pontosítani. Ez egy nagyon precíz módszer, és a régészeti ásatások adják magukat. Nagyon sok faszén maradvány található ezeken az ásatásokon, amikből egy pontosabb képet kaphatunk a fás növényzet összetételére. És hát nem utolsó sorban ennek a kutatásnak a keretében kezdtük el az ősi DNS vizsgálatokat, amelyek szintén régészeti ásatásokhoz is köthetők, és ma már molekuláris módszerekkel is vizsgálhatjuk azt, hogy milyen növény- és állatfajok voltak jelen ezekben a közösségekben. Nézzük akkor, hogy az előbb említett telepfelhagyások a 6400-6200 évek között a Kárpát-medencében milyen éghajlatváltozással köthetők össze. A képnek a jobb felső sarkában a grönlandi jégszelvényből származó kálium mennyiségeket látjuk, koncentrációértékeket, sötét szürkével jelölve azt az időszakot, amikor a kálium mennyisége megnövekszik a jég magban. Ez az az időszak, amelyet a kálium koncentráció növekedése alapján a kutatók egyértelműen a szibériai poláris cirkulációnak a felerősödésével hoztak összefüggésbe. Ha pedig megnézzük, hogy ennek a éghajlatváltozásnak milyen hatása van térségünkre, akkor azt láthatjuk, hogy az úgynevezett katabatikus szelek, hideg betörések következtében kialakuló katabatikus szelek, a koratavaszi időszakban ennek az áramlási rendszernek a következtében rendkívül alacsony hőmérsékletet hoztak, amely a gabonáknak a beindulását, tehát a termesztés, gyakorlatilag a vetésnek a kitolásához vezetett, és nagy valószínűséggel, ahogyan Wenninger és munkatársai megállapították, összefüggésbe hozható ez a klímaváltozási esemény az Alduna mentén végbemenő
telep elhagyásokkal, és azoknak a telepeknek a délebre helyeződésével. Ha a 6. évezredet nézzük, ugye 6000 és 5000 között, Krisztus előtt 4000 és 3000 évek között, akkor pedig a holocénben egy olyan időszakot élünk, amikor gyakorlatilag a Föld minden pontján nagyon drasztikus változásokat figyelhetünk meg. Amit az animációid bemutat, az a trópusi összeáramlási zónának a változása ebben az időszakban, és ezzel párhuzamban a monszum erősségnek a változása. Ezt Majewski összegezte 2004-ben, hogy milyen változások mentek végbe ebben az időszakban. Gyakorlatilag, ha a nagy földrajzi szélességeket nézzük, ott lehűlés, az alacsonyabb szélességekben pedig a szárazság fokozódása történt meg. A trópusi összeáramlási zóna fokozatos délehúzódása az indiai nyári monszum gyengülését hozta, és lassan csökkenő belső napsugárzás volt ennek az oka, amely kihatott a térségünk éghajlatára is. Erősen lokalizáltak voltak ugyanakkor ezek a környezeti válaszok, tehát nem mondható el az, hogy az éghajlati rendszer minden területen egy irányba mutatott. Közismert az, hogy az afrikai és az ázsiai monszum gyengülésével számos telep, ugye legismertebb talán a Szahara térsége került felhagyásra, és az emberek vándorlásra voltak kényszerítve olyan területekre, ahol a csapadék mennyiség elegendő volt. Ez az az időszak, amit a hipszitermikus vagy neoglaciális átmenetnek is nevezünk. Hogyha megnézzük szűkebb térségünket, akkor ebben az időszakban, Közép-Kelet-Európában nagyon sok információnk van a tavaknak a vízszint változásából, amit itt ez a jobb oldali ábra összesít, a fekete időszakok mutatják a magasabb tóvízszintű időszakokat, a köztük lévő fehér hátterű részek pedig az alacsonyabb tóvízszintű időszakokat, és a kék sáv mutatja a neolitikum, a rózsaszín pedig a részkor időszakát a Kárpát-medencében. Tehát látjuk azt, hogy a részkor időszakában nagyon felerősödnek ezek a kilengések, amelyek összefüggésbe hozhatók azokkal a változásokkal, amit az előbb bemutattam. Talán sokan ismerik a Bodeni-tót Svájc területén, ami itt nagyon markánsan megfigyelhető és kihatott a tó partján élő közösségekre is. Az az 5320 évvel ezelőtt bekövetkező nagyon gyors emelkedése ennek a tóvízszinteknek, ami viszont a legutóbbi volt egy egymást követő hármas sorozatnak néhány száz év leforgása alatt. Akkor térjünk át a Kárpát-medencére, és ezen belül is az Alföldre. Az Alföldön, polgár térségében folyó régészeti kutatások nyomán végeztünk pollen elemzést egy feltöltődött holtmederből, ezt hívják a Sarlóhárt holtmedrének, és amit itt a képen látnak, az egy idősor mentén 11 ezer évtől napjainkig mutatja be a növénytakaró változását. Két legfontosabb alkotó elemét ennek a tájnak kiemeltem kék, illetve zöld színnel. A kék a mogyoró, a zöld az pedig a tölgy változásait mutatja. Ha elemezzük ennek a pollen összetételnek a változását, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy ezt a térséget a koraholocén időszakban, még a neolitok megtelepedése előtt alacsony, nyílt szerkezetű, tölgy, mogyoró, szél dominálta erdősztje borította, ami hasonlatos ahhoz, ami a közelmúltbeli ukrán erdősztyepék összetételét jellemezte. A neolit időszak kezdetén a változás iránya leginkább a tölgy dominancia felé mozdul el, tehát a tölgy válik uralkodóvá az erdősztyeppekben, de nagyon fontos üzenete ennek a diagramnak, hogy a sztyepp kiterjedése továbbra is jelentős, tehát egy félig nyitott tájba telepszik meg itt a neolit kultúrák embere. És a libatobféléket mutattam az első ábrámon, ugye ezek a libatobfélék előszeretettel telepszenek meg szárazzá váló homokpadokon, és jól bírják a nyári asszályt. Ha megnézzük ezt a
diagramot, akkor azt látjuk, hogy a neolitikus rézkor idején megnövekszik a mennyiségük, amiből arra következtethetünk, hogy ennek az időszaknak az éghajlatában bizonyos szezonális asszály jelen volt a térségben. És azt is látjuk, hogyha a legeltetés indikátorokat nézzük, hogy a legeltetés a késő neolitikum időszakában válik itt a legintenzívebbé ebben a tájban. Ha a lágyszárú növények összetételében bekövetkezett változást nézzük, akkor pedig az úgynevezett umbelliferi csoportba tartozó ernyős virágzatoknak a hirtelen növekedése figyelhető itt meg, pontosan abban az időtartományban, amikor a telepfelhagyások történnek 4450, Krisztus előtt 4450-ben, amit úgy értelmezhetünk, hogy a holtág elérhető nedvesség és vízszintje ebben az időszakban nagyon erőteljesen és hirtelen növekedett meg. Milyen is volt a növényzet ebben az időszakban? Erről árulkodnak a faszén összetételek. Itt a képen csak két ásatásról, két területről, a csőszhalom területéről, csőszhalmi kultúra területéről, az északi alföldről látják ezeket az összetételeket, valamint a délalföldről, ahol ez az ábra a késő neolitikum Tisza kultúra szegvár tűzköves lelőhelyének faszén összetételét mutatja be. Ha megnézzük, akkor a domináns a kékkel jelölt tölgy mind a két helyen, de a két táj közt van egy apró különbség, mégpedig a szilek reprezentációja, amit itt a jobb oldali ábrán a sötét bordó szín jelöl. A tájban jelen volt mellettük a juhar félék és a húsos som nagy mennyiségben, ami egy jelentősen eltérő növényzeti összetételt mutat a mához viszonyítva, és azt mondhatjuk el belőle, egyrészt, hogy valóban tölgyes erdősztyeppek dominálták a tájat. Az Észak-Alföldön a tölgy aránya magasabb volt, a Dél-Alföldön viszont a mezei juharnak a jelenléte egy fokozott szárasságot utal, tehát fokozott szárasságra utal, tehát a két terület közt van különbség, és hát itt hívom fel erre a figyelmet ismételten arra a képre, hogyha ebbe a tájba nézünk vissza, amely egy nyár alatt bekövetkező asszály következtében teljesen kiszáradt tölgyeseket mutat, ebben a mezei szél képes túlélni. Tehát ez is azt sugallja, hogy ebben az időszakban bizony ezek az asszályos nyarak, amiket most látunk, jelentősek voltak. Ha megnézzük a térségünkben végzett vizsgálatok eredményeit a holocén éghajlatváltozásra és erre a rézkor neolit átmenetre vonatkozóan, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok proxy eredmény áll rendelkezésünkre. Én itt néhányat szedtem össze, részben a saját kutatásaink eredményeit. A bal oldalon a modellkísérletek által mutatott eredményeket látják, kékkel az éves csapadékmennyiség változása, feketével a téli középhőmérséklet változása, narancssárgával pedig a júliusi középhőmérséklet változását látjuk. Emellett látjuk a módszerek közt is bemutatott árvaszúnyog alapú hőmérsékletrekonstrukciót, amely egy magas hegyi tóból, a fenyők közti tóból érkezik a Brázitónak nevezzük ezt, és a Retyezát hegységben van. Talán jártak néhányan az Aranyosfői régbarlangba, melynek oxigén izotóp vizsgálata szintén egy nagyon fontos klímaindikátor, de a kovamoszat vázakon mért stabilizotópok abból a tóból, ahonnan a júliusi középhőmérséklet változás rekonstrukciója történik, szintén információt nyújt nekünk a téli évszak hosszára és a téli csapadék mennyiség változására. És emellett itt látjuk a poláris cirkulációs indexet, ugye amiről beszéltem az előadás elején, és látjuk az úgynevezett reziduális szén 14 tartalmat, ami a szoláris aktivitásnak egy mérőszáma. Hogyha ezeket a görbéket megnézzük, akkor ezekből egyértelműen kiolvasható az, hogy a koraholocén időszakban szárazabb és melegebb nyarak jellemezték a térségünket, de ha a fekete görbét megnézzük, akkor az is mondható, hogy a hidegek telek, a teleink jóval hidegebbek voltak. Amikor elérkezünk a neolit időszak kezdetéhez, akkor a csapadék mennyiségnek a növekedését jelzik a modellek.
Ha megnézzük az Észak-Atlanti Oszcillációs Indexet, amely a klímának egy nagyon fontos mutatója, és térségünkben a negatív indexek esetén beszélhetünk több mediterrán eredetű csapadékról, akkor ezt az időszakot neonegatív, azaz negatív Északi-Atlanti Oszcillációs Index jellemzi, ami nagyon hirtelen a részkor elején változik és átmegy ugye a kezdeti neopozitív oszcilláció után ismételten egy negatív kilengésbe. Ha a júliusi középhőmérsékleteket nézzük, akkor azt látjuk, hogy a neolit időszak elején nem hőmérséklet növekedés, hanem a szoláris besugárzás csökkenése révén egy apró csökkenés figyelhető meg. Tehát a nyári hőmérsékletek csökkenése, a csapadék növekedésével együtt kedveztek a térségünkben a mezőgazdaság megjelenésének. Ha viszont a részkor neolit átmenetet nézzük a telepfelhagyásokkal, akkor azt látjuk, hogy a téli csapadék mennyiség az ebben az időszakban nagyon hirtelen nőtt meg, tehát a részkor elején egy csapadék mennyiség növekedésről és egy nyári középhőmérséklet csökkenésről beszélhetünk. Ugye ennek hatása van a tenyész időszak hosszának csökkenésére, tehát a gabonatermesztésre közvetlen, az áradások intenzitásának fokozódása, ami a csapadék mennyiség növekedésével függ össze, az pedig egyértelműen negatívan befolyásolja azokat a területeket, ahol a gazdálkodás folyt, a magas árterek peremét. Tehát úgy látszik, hogy markáns klímaváltozások vannak, és még egy rövid pillanatra ide visszatérve, ha megnézzük azt, hogy egy proxy alapú rekonstrukcióban mit kapunk, akkor 2 Celsius fokos nyári középhőmérséklet csökkenést látunk itt, amit a modell nem képes ilyen léptékben, ilyen nagy gyorsasággal reprodukálni. És hogyha a tavi vízszint változásokat nézzük, akkor ezek alátámasztják azt, amit a Kárpát-medencében látunk, hogy a csapadék mennyiség, a hozzáférhető nedvesség nagyon hirtelen nőtt meg a nyári középhőmérséklet csökkenésével párhuzamosan ebben az időszakban. Sokkal bonyolultabb a cseppkövek oxigénizotóp tartalmát értelmezni, amelyre Demény Attila és munkatársai tettek kísérletet a Geokémiai Kutatóintézetbe. Ha megnézzük ezt az időszakot, ugyanezt az átmenetet, akkor azt látjuk, hogy a cseppkövek a leánybarlangban egy negatív oxigénizotóp kilengést mutatnak, 6,4 ezer évtől, pontosan akkor, amikor ez a neolit összeomlás bekövetkezik a Kárpát-medencében, és azt mondhatjuk ez alapján, hogy maguk a csapadék, az oxigénizotópok is megerősítik a melegebb időszakot a neolitikum idején. És még bonyolultabb talán a deutérium többlet értelmezése, amelyben én most nem is megyek bele, csak arra szívom fel itt a figyelmet, hogy ezek a vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a magasabb deutérium többlet értékek 6400 évtől a mediterrán nedvesség forrás dominanciára utalnak. És említést tettem a lipid biomarkerek alkalmazásáról, melyeket kutatócsoportunk elsőként a Kárpát kanyarban alkalmazott, itt helyezkedik el egy sókarszt vidék, a Meledik plató, melynek Meledik tavából vizsgáltuk mi a lipid biomarkereket. És ahogyan az ábrán láthatják, itt azt figyelhető meg, hogy az éves középhőmérséklet csökkenése pedig a részkorban körülbelül 5400 évtől jelentkezik, tehát a 6500 éves nyári középhőmérséklet csökkenést a térségben 5400 évtől az éves középhőmérséklet csökkenése is követi. Ha az Alduna régiót nézzük, akkor az Alduna mentén a mi részkori kultúráink, kora részkori kultúráinkkal egy időben a gumernica kultúra helyezkedett el, és ahogy látható ezen a képen is, ez a szintén telles településeket létrehozó, lakódombos településeket létrehozó kultúra előszeretettel telepedett meg magaslatokon, és viszonylag kis kiterjedésű telepeket hozott létre, de rendkívül fejlett mezőgazdasággal rendelkeztek, és az ő eltűnésük, illetve a telepfelhagyások ezen a területen 6100-6000 évek között mentek végbe.
A jobboldali térképen ennek a régiónak a település hálózatát látjuk, illetve itt a Kukutene-Tripolja telepeket látjuk, míg a felső ábrán azokat a pontokat, ahonnan pollen diagramok segítségével Thomas Harper és munkatársai végeztek kvantitatív pollen alapú hőmérsékleti rekonstrukciókat. Azt látjuk ebből, hogy a régióban hasonlóan a Kárpát-medencéhez csökken a nyári középhőmérséklet 6300 évtől, és a tenyész időszak hossza és ennek a hőösszege is csökkenést mutat. Ezzel párhuzamosan viszont itt is növekszik a csapadékmennyiség, ami 6300 évtől következik be, és a Gumelnica telepek ugye nagyon közel helyezkednek el a Duna és a Duna mellékfolyóihoz, feltehetően itt nagyon erőteljes áradásoknak voltak kitéve. Nemrégiben Thomas Harper és munkatársai a demográfiai változásokat is összesítették ebben a térségben, és itt egyetlen pontjára szeretném ennek a demográfiai modellnek felhívni a figyelmet, méghozzá erre a változásra, amikor is az ukrán sztyep régió lakosságszáma nagyon hirtelen megnövekszik. Ugye itt Krisztus előtti időskálát látunk, és ez körülbelül Krisztus előtt 4200 évtől következik be, egyértelmű válaszként arra, hogy a csapadék mennyiség ebben az időszakban növekszik. Ugye az ukrajnai sztyep zónára jellemző az, hogy nagyon kontinentális, meleg nyarakkal és száraz nyarakkal jellemezhető. Adja magát az a összekötés, és magában a publikációban is elhangzik az, hogy valószínűleg az ukrán sztyepnek a feltörése és itt a termelőgazdálkodás megindulása összefüggésben állhat ezzel a kedvező csapadék mennyiség változással a térségben, ami lehetővé tette a Csernozem zónában a gabonatermesztést, és ezzel egyfajta migrációt indított el az Alduna térségéből ebbe az irányba. Itt látjuk a Gumelnica kultúra összeomlásának az időszakát, és ha megnézzük a demográfiai változásokat, akkor ez nagyon könnyen értelmezhető úgy, hogy a populációnak egy jelentős része mozdult el ebbe az irányba, és ezt ma már genetikai vizsgálatok is bizonyítják. Ezt a modellezett összpopuláció mennyiséget látjuk ebbe a régióban, és azt látjuk, hogy ennek az időszaknak ugyanakkor van egy vége 5300 évvel ezelőtt, ami a részkor végét jelöli ki, ha pedig ezt összevetjük a klimatikus proxy eredményekkel, akkor ott egy szárazodási időszakot kapunk. A kutatócsoportunk jelenleg is vizsgálja a Balaton üledékét pontosan ebből a szempontból, és itt most csak röviden szeretném felvillantani az első eredményeinket. Ugye 2017 telén befagyott a Balaton, ez lehetőséget adott arra, hogy a jégen, a Szemesi medencébe, itt látják a fúrási pontokat, eltávolodjunk a parttól, és stabil jégről végezzük el a fúrásokat. A Balatonban már számos fúrást végeztek, viszont mindegyiknek az a hátulütője, hogy a nem köthető kor ezekhez az üledékekhez. Mi itt elsőként tudtuk elvégezni ennek az üledéknek a radiokarbon kor meghatározását, nagyon kis mennyiségű szerves maradványok datálása révén, és elvégeztük az izotópos vizsgálatok és a kémiai elemzést is ezen a tabon, ami kimutatott két olyan időszakot, amikor az izotóp arány elmozdul a pozitív irányba. A Balaton esetében ez összefüggést mutat a magnézium koncentrációjának a növekedésével, és jól ismert a tó mai tendenciájának vizsgálatából, hogy az oxigén izotóp arány növekedéseit a bepárlást növekedését, azaz a száraz, nyári szárazságot mutatja, és a Balaton esetében két ilyen csúcsot tudtunk kimutatni, a neolit kultúrák érkezése előtt, és a részkor végén 5300 és 4600 évek között. Ugyanezt támasztották alá a zöldalga vizsgálatok is a tóból, ugye itt a tó trofitási szintjére kapunk egyfajta indikációt, és a tóvíz szintjére, amely sekély és mezotróf állapotokat és a telepes zöldalga közösségeknek egy nagyon gyors változását mutatja be ebbe az időszakba. Ha megvizsgáljuk a Balaton pollen összetételi változásait, akkor itt piros négyzetekkel próbáltam bejelölni azokat az időszakokat, amikor erőteljes, emberi behatásra és legeltetésre utaló nyomok figyelhetők meg ebben az időszakban, és ha megnézzük, akkor
a korai, koraholocén időszakban ez még kérdéses, ugyanis ekkor zajlik egy száraz időszak, de a lengyel, balatonlaszinyai és báden időszakok azok, amikor nagyon erőteljes erdőirtások figyelhetők meg, legeltetéssel és gabonatermesztéssel párhuzamosan. Azt is látjuk, hogy az erdőirtások és a földhasználatok nem folyamatosak, hanem folyamatosan jelentkeznek köztük telep felhagyásra utaló jelek is. Ha ezeket a vizsgálatokat megpróbáljuk összefoglalni, akkor számos konklúziót levonhatunk. Az egyik ilyen, hogy a neolitikum végén bekövetkezett klímaváltozás, ugye ami a nyári lehűlést, a csapadéknövekedést, az észak-atlanti oszcilláció negatív módozatának felerősödését mutatja, az egybeesik a Kárpát-medencében 6400 éve bekövetkezett felhagyásokkal. Nyugat-Magyarországon ez egy alacsony párolgási időhorizont a Balatonban, itt a helyi lengyeli kultúra ezzel párhuzamosan túlél. Ha közép-kelet-európai térséget egészében nézzük, akkor azt mondhatjuk el, hogy nagyon jelentős a klímaváltozás 6500 és 6000 évek között, és 6000 évtől erőteljesebben csökken a tenyész időszak hőszege, a nyári középhőmérséklet alacsonyabb, és nő a csapadék mennyiség. Ez kedvezhetett az ukrán erdősztyep térség benépesítésének, ha amikor a részkor kalkolitikum időszakát nézzük, akkor pedig egyértelműen elmondhatjuk, hogy hűvösebb nyarak és növekvő humiditás jellemezte a kelet-közép-európai térséget ebben az időszakban. Ha a középső részkor és késő részkor átmenetet nézzük, akkor pedig azt látjuk, a Dunántúlon ekkor egy markáns szárazság figyelhető meg, és ez a szárazodás egybeesik a bádeni kultúrának a felvirágzásával. Tehát nem a hanyatlásával, hanem a felvirágzásával. Az éves középhőmérséklet fokozatos csökkenése 5400 évtől a régió keleti szektorában egyértelműen jelzi, hogy a termikus optimum végén vagyunk. Ha arra keressük a választ, hogy a bádeni kultúra eltűnése mihez köthető, akkor erre szintén a balatoni vizsgálataink némi támpontot adnak, hogy történik-e ekkor klímaváltozás. Azt látjuk, hogy ők egy viszonylag stabil, meleg nyári, száraz nyaras időszakban éltek, de amikor ők eltűnnek, akkor a Balaton vízszintje nagyon hirtelen emelkedik. Azt is mondhatjuk, hogy a Balaton megtelt vízzel, éppen akkor vált egységessé a túlfelület, amikor ez a kultúra területről eltűnik. Ha az alföldi pollendiagramok összetételét nézzük, akkor pedig azt mondhatjuk, hogy a neolit táj bizony aszályokkal terhelt volt, és a koraneolitikum időszaka a Dunántúl területén is. Engedjék meg, hogy röviden felvillantsam a nemzetközi kutatócsoportot, amelyek keretében ezek a vizsgálatok zajlanak, és az élvonal pályázat keretében 5 európai országból vesznek részt jelenleg ezeknek a kutatásoknak az elvégzésében fiatal és idősebb kutatók. Köszönöm szépen a figyelmet!